küzdés az egy érzés. Mindenek előtt öröm az út, ami végigmegy, és ami megtalál, hogy hogyan tudja ezeket a vágyait, céljait a mindennapok nyelvére lefordítani. Kinek az útját járod? Ezért is sorsfordító, mert nagyon sokan a szüleik által kijelölt utat járják, a társadalom elvárásai szerint élnek, vagy a mi családunkban mindenki fogorvos volt, akkor mindenki fogorvos lesz, pedig a gyerek zenélni akarna. És azért sorsfordító megtalálni a küldetésed, mert hogy onnantól a saját utadat fogod járni, ami lényed legbelsejéből táplálkozik. Egy piramist képzeljetek el. Tetején a csúcs, az az álmaim is a vár, amit meg akarunk valósítani. És az 5 nap alatt eljutunk odáig, hogy ezt a vágyat lehozzuk a célokon keresztül a valóságra. Hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Nem konkrét ötleteket mondunk, hanem módszer, hogy hogyan tudja megtalálni azt, elérje a vágyait és a küldetés céljait. Az első nap este mindenkinek megszületik a küldetés gondolata, egy mondat általában. És van, aki azzal a mondattal boldogan megy haza, valaki azt is mondta, ha csak erre az egy napra jöttem volna el, már megérte, mert egy olyan mondatot kapott, amitől teljesen betöltekezett és boldog lett. Tehát ez egy olyan program, ahol nagyon mélyre tudunk menni, nagyon megható jelenetek vannak. Hogyan tudjuk lehozni a mindennapokra? Nagyon lényeges az, hogy tudjuk, hogy milyen értékeink vannak. Mi az, ami számunkra nagyon fontos? Nagyon sokan vagyunk olyanok, akik érzik, hogy mi az, ami fontos, de nem tudják szavakba önteni. És van lehetőségük arra, hogy megtalálják az értékeiket. Megtalálják, hogy hogyan élik meg az értékeiket, hogyan kapcsolódik ez a mindennapi életükben betöltött egyéb szerepeikhez. Tehát, hogy most édesanyja vagyok, tanító vagyok, gyermek vagyok, hogyan élem meg azt például, hogy boldogságot adok, vagy szeretetet adok, vagy éppen csak gondoskodom valakiről, vagy valakiről, vagy valamiről. És mire ennek a bizonyos napnak a végére érnek, rendszerbe foglalják, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy a küldetésük irányába induljanak, milyen szerepre van szükségük, milyen értékeket nem élnek meg úgy. És ez ad egy térképet arra, hogy milyen önfejlesztéssel tud tovább lépni az életében. Tehát nem csak célokat, hanem térképet is ad. Igen, ez egy NLP alapú tréning, tehát itt van célkitűzős gyakorlat, de küldetés vezérelt célkitűzés van. És az utolsó nap már valaki a naptárát teleírja, hogy mit, hogyan fog megvalósítani. Igazából pályaválasztás előtt nagyon-nagyon hasznos lehet, hogy rájön arra, hogy nem a nagyszülei vagy szülei által kijelölt úton akar tovább menni, hanem megtalálja a saját belső hangját, vezércsillagát, aztán a pálya elhagyóknak, vagy ezt életközepi válságban, tehát aki kiégett mondjuk egy multinál, és szeretne valami más csinálni, de fogalma sincs, hogy mit csináljon. Hogy sodródtál, és az irányt kerested. Tehát akinek nagyon nagy ez a sodrása, az még nem találja az irányt. De aki tudja, hogy mi az irány, de mégis vannak benne kisebb-nagyobb konflik, akkor biztosan rá tud állni erre az irányba. Még az is lehet, hogy vannak benne elágazások. És az elágazás előtt esetleg megtorpalhat, hogy na most erre vagy arra. És ez az a pont, ahol megtalálja, hogy merre. És nem életkor függő. Tehát jöhet 20 éves, 30 éves, 40, 60, 70 éves, mert küldetésünket megtalálni bármikor sorsfordító élet. És óriási volt.